A falak vízmentesítése, festése, padlócsere, átjáró és álmenyezet kiépítése is a felújítás részét képezte a Bácskosudvarfalvi Értelmiségi Fórum székházában. A munkálatokra topolyai önkormányzati forrásokból és a Bácskosudvarfalvi helyi járulékból 2 millió dinárt fordítottak. Most pedig a megújult klubhelységben vagyunk, illetve még egy vendégház is hozzátartozik ehhez az objektumhoz. Hát ez sok tartalom, sok év is kellett hozzá, de az az igazság, hogy most már látjuk a végét, még a teleház helységét kívánjuk a jövőre megújítani, és azt gondolom, hogy ez a nagy épület valóban egy olyan lelke, szíve, motorja tud lenni ennek a közösségnek, amit ez a közösség megérdemel. A könyvtár tavaly újult meg a Magyar Nemzeti Tanács több mint 6 millió dináros támogatásával. Nyelvóráknak, gyermekprogramoknak, könyvbemutatóknak is otthont ad. Olyan tartalmakkal tudják megtölteni a mindennapjainkat, amelyekből akár tanulhatunk, de olyan tartalmak is vannak, amelyek szórakoztatnak bennünket. Fontos az, hogy a fiataloknak, az értelmiségnek legyen egy olyan bázisa, egy olyan helye, ahol tudnak találkozni, tudnak rendezvényeket szervezni, és tudnak beszélgetni egymással az emberek. A sikeres beruházások között szerepel a helyi Idős Kovács Gyula általános iskola tornatermének nyílászáró cseréje is. Tavaly kezdődött a projekt, melyet az idén sikerült befejezni. Nagyon örülünk neki, hogy megvalósult, mert így sokkal több hő marad bent, és nem veszik el, és ezáltal melegebb lesz a gyerekeknek a tornaóra. Nyilván nincs még kész ezzel az egész. Az iskolánknak a hőszigetelése elindult jó néhány évvel ezelőtt, és több fázisból, ahogyan pénzhez jutunk, úgy tudjuk megvalósítani, és a tornaterem maradt még, tehát nyilván a falakat kell még szigetelnünk. A beruházást a tartományi oktatási titkárság 3 millió dinárral támogatta. Fontosnak tartom, hogy a tartomány továbbra is támogassa az iskola felújításokat, és az összegektől, tehát függetlenül is akármennyi eszköz áll rendelkezésünkre, fontos ezeket odaítélni az iskoláknak, hiszen az oktatás minősége sokban attól is függ, hogy milyen körülmények között tudnak a diákaink tanulni. Bácskosudvarfalván 260 diák tanul az általános iskolában. Csak magyar nyelven zajlik az oktatás, minden évfolyamon két tagozat van, valamint egy napközi csoportot is működtetnek mintegy 30 diákkal.